Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Szavaztok emberi, Géro vagyok, és itt lennénk egy újabb videóval, méghozzá megint egy ilyen szokatlan videóval, amit nem ez a videó címe, csak ugye az előző videóból tekintve. Most megint ilyen képes dolgokat fogunk megnézni, de egyúttal most nem kreatív hirdetéseket fogunk megnézni, hanem olyan képeket, amiben kislányok rajzoltak kicsit nagyon félreérthető dolgokat, de végülis nem azt ábrázolná, de egy ilyen felnőtt ember nyilván mit lát belőle, tehát most ebben a videóban ilyen képeket fogunk megnézni. De nem is húzom tovább a szót, nézzük meg az első képet. Első képen, amit láthatjátok, egy ilyen képet láthatunk, ahol ilyen két ilyen pácik embernek van ilyen haja, olyasmi haja lenne, mintha ilyen szirmok lennének, virágszirmok. Bár mindenki tudja, hogy nem az, na mindegy. De nem is az a lényeg, hanem amit középen van, tehát amit az ember, egy felnőtt ember mit lát ki belőle, felnőtt, egy nagyobb ember mit lát ki belőle nyilván. De ez a kép nem az lenne, hanem ha hiszitek, hanem ez a kép kirándulás a világító toronynál lenne. Végül is ez a kép az lenne, de kinek mi a fantáziája persze. Második képen láthatunk egy olyan embert, akinek egy olyasmi dolog van a fején, amit mindenkinek a saját fantáziára bízok, hogy mit gondol oda, meg amit a kezébe fog, az is ugyanolyan szinten, mint a tetején, de ez a kép arról szól végül is, hogy az én apukám a legjobb szakács a világon. Tehát, hogy az ott egy kúpta lenne, egy ilyen szakácsiska sapka lenne a tetején, a közében meg egy serpenyő fogom, és ha jól látom, rántottát csinálna. Valami olyasmi. Következő képen megint egy nagyon félreérthető képet lehet látni, mármint mindenki megint a fantáziájára bízom, hogy mit lát, de ez a kép végül is az lenne, hogy Jézus mossa a tanítványainak a lábát. Igen. Tehát végül is az lenne, hogy ott van az a kancsó, vagy mi, és ott van benne az a sárga, az lenne a szappan, vagy mi, vagy a szivacs, a kép, meg gondolom a bizet ábrázolná, de végül is a kicsereknek teljesen elfogadható ez a kép. Következő képen azt elég nehezen tudtam kitalálni, hogy ez mi lenne, de megint nyilván mihez hasonlít. Mindenkinek a fantáziára van megint vízva, de ez őszintén, ez egy zsiráf lenne. Még életben nem találtam volna ki, ha nincs írva, de ez egy zsiráf. Mondjuk ott van mellette egy ilyen másik zsiráf, abból gondoltam, de még hát ez egy zsiráf lenne, de így... Következő képen, hát ez egy kicsit egyértelműen látszik, hogy mi, de megint olyan lenne, mintha, hogy mondják, jával locsolná lefelé a házat, hogy ugye aludjon el a tűz, de amúgy ezen kicsit jobban látszik, hogy ott a lábak között elvezetődik a cső. Mármint a... Hogy hívják? A tűzoltócső, amit tudjátok, rákötnek arra a utcánbeli piros, hogy mondják. Értitek? A következő képen olyan lenne, mintha egy anyuka vagy kislány fogná a fantáziára bízó dolgot, de ő ezen a képen az a, alul az a zöld, az fű lenne, amit fog a kezébe, az meg fűnyíró lenne. Tehát végülis ez a kép azt ábrázolna, hogy egy pálcikán nő, egy nő, nyílna a füvet, de megint ugye... a bizonyos dolog, ami eszébe jut egy nagyobb embernek. Következő kép megint egyértelműen egy újabb olyan dolog látszik, amit ugye egy nagyobb ember minek gondol, de ezen a képen egy olló látszó van. Tehát, hogy ott van az a két karika, az lenne, amit bedugsz a ujjadhoz, értitek? Ott meg az a kis visszeg, az meg lenne a vágó része. De végülis így már látom, hogy mi az, de egy ember, ha pillanat hirtelen nagyobb ember, az már tudja, hogy, ez, hogy hirtelen mi esik neki nyilván egy következő képen egy ilyen gyerek feladatot láthatunk végül is. Le kell rajzolni ugye annyi almát, amit látsz a képen, és ugye a gyerek nem nagyon sikerült neki almát rajzolni, és ismételten egy izére hasonlít. De végül is teljesen elfogadható, mert szerintem elsős, ha lehet a gyerek, hogy kisebb, vagy éppen suliba készül, de ahhoz képest elég jó, de na. Következő képen egy olyan dolgot láthatunk megint, hogy ott van a szájnál valami, de az a nagy darab, az lenne végül is, nem az, amire gondoltok, de az lenne, hogy az egyik ujja, hogy psz, csöndet, de ahhoz képest elég nagy ujja van, de mivel egy kisgyerek rajzolt, egy elfogadható neki, de mégis hogy néz ki. Mármint ami ott van a szájánál. Következő képen egy gyerek, kisgyereknek a krétás rajzát láthatjuk a betonon, vagy egy ilyen erősebb földön szerintem.
és egy olyan kislányt rajzoltak le, és valami féreg patkány, vagy valami pontot furta ki, ahol ugye a nőnek van a izéje, és mégis ez így viccesnek tűnik, de mégis csak egy sima egyszerű rajz, csak valami pocok patkány, vagy vakon, vagy valamit, vagy mondjuk vakon nem, annak nem él a túrása, de valami ilyesmi lenne ott neki, értitek, de mindegy. A következő képet, ezt erre nem nagyon jöttem rá, hogy ez mi lenne. Tehát... Ez passz, tehát... Erre nem jöttem rá. Végül is olyan, mintha egy... Valami guriga, WC-papír gurigát, hogy fogna a szájától, de... Ha van ötletetek, írjátok meg esetleg, de... Nem tudom. A következő képen ismételten nem jöttem rá, hogy mi lenne ez első nap. Az én első napom, de... egy háztetői haja, vagy azért nem tudom, mi lenne a kicsit olyan fél. Mondjuk hát mondjuk ott a itt, olyan, mintha ciszik lennélek, ami ott van neki ott a nyakánál, de amúgy őszintén nem értem, hogy itt mi az, ami félreérthető benne, de na, értitek. Vagy gondolom, látjátok, én most így hirtelen nem látom, vagy nem jöttem rá, de biztos van valami benne. És elérkeztünk a videó utolsó képéhez, amit ismételten nem tudom, hogy ez mi lenne. Mondjuk, hát nem tudom, mi ezt tudnám hasonlítani, de pedig már múlva rá gondoltam valamire, de nem, már elfelejtettem, na mindegy. Ezen a képen, hát nem tudom őszintén mi lenne se, de ezen is nyilván mit látsz ki belőle első ügyére, de nem tudom, valami körte. Tehát, hogy körte vagy, hát nem tudom, de mit keresne a levegőbe egy körte. Ennyi is lett volna a videó, ha tetszett esetleg, akkor lájkold, és ha még jobban tetszett, akkor iratkozz fel. Ennyi is lett volna a videó, sziasztok!